A lelkészként dolgozó férfi felesége is gyülekezete előtt is titkolta a dolgot. Gondot jelentett aláírni egy csekket, vagy beütni egy telefonszámot. Nehezen haladtam a dolgokkal. Elmentem a gyülekezetbe, bezárkoztam az irodába, mindenkit leráztam magamról, a telefont se vettem fel. Lelkészként ez húzós volt. Azt hittem, érzelmi okai vannak az eltávolodásának, hogy már nem értjük meg egymást annyira, mint azelőtt. Nem értettem az egészet. A gyülekezet vezetésnek is feltűnt, hogy valami nagyon nincs rendben a pásztorukkal. Gina Closen a következőket tapasztalta. Mindig ugyanarról a témáról beszélt, és az volt az érzésem, hogy valami baj van vele. Az agyam egyszerűen nem működött, beszéltek hozzám az emberek, és én válaszoltam nekik, de néha semmi köze nem volt ahhoz, amiről beszéltek. A gyülekezeti tanács lemondatta a férfit, és kérte, hogy vizsgáltassa ki magát. Az MR és CT vizsgálat kimutatta, hogy Richard az Alzheimer-kór olyan formájában szenved, amire nincs gyógymód. Megmondták, hogy javulás egyáltalán nem várható, és hogy semmit sem tudnak tenni a betegség ellen. Életem legnehezebb napja volt, mikor ezt megtudtam. Nagyon nehéz volt. Fel se tudtam fogni, hogy hogy történhetett ez velem, Isten emberével. Az egész életem romokban hevert. Azt hittem, hogy vége mindennek. Mivel a dolgok rosszabbra fordulását vetítették előre, az orvosok azt javasolták, hogy költözzenek földszintes házba, hogy Richardnak ne kelljen lépcsőznie. A rémisztő prognózisok ellenére nem vesztették el a hitüket abban, hogy Isten képes Richardot meggyógyítani. A feleségem időnként nagyon elkeseredett. Ilyenkor mondtam neki, Istennek a betegség csak olyan, mint egy nátha. Láttunk már embereket meggyógyulni rákból és más komoly betegségekből. Ez az Úrnak semmiség, meg tudja oldani. Ebbe bíznunk kell. Megtettünk mindent, aszerint, ami a Bibliában áll, ha beteg valaki. A gyülekezet vénei eljöttek, és hittel imádkoztak a férjemért kézrátétellel. Imádkoztunk, és hittel vártuk, hogy az Úr cselekedjen. Még akkor is, ha az érzéseink mást mondtak, vagy elbátortalanodtunk. Isten igéjét helyeztük mindig a szemünk elé. Mindig Isten igéjére támaszkodtunk. Az egyik imaalkalom során Isten szólt Richardhoz, hogy használjanak fel minden lehetséges eszközt a gyógyuláshoz, beleértve a táplálkozást is. Sokkal nagyobb gondot fordítottunk az egészségünkre. Elkezdtünk kókuszsírt használni a főzéshez, préssel gyümölcsleveket ittunk, és drasztikusan változtattunk az étrendünkön. Lassan a férfi memóriája és mentális képességei javulni kezdtek. Fantasztikus volt! Újra tudtam telefonálni és a lépcsőn járni, ez nagyszerű volt! Nagyon örültem neki! Ez nagy dolog! Két évvel a diagnózis után az orvosok döbbenten álltak az eredmények előtt. Azt mondták, nem tudjuk ezt hogyan csinálták, de akárhogyan is, ne hagyják abba. Mondtuk nekik, hogy imádkoztunk. Isten kegyelméből, a Szent Szellem segítségével megtettünk mindent, ami a kezünk ügyébe esett. Ebbe tartozott az étrendváltozás is. A gyógyulásért Istennek adják a dicsőséget, a férfi újra prédikál, és elméje élesebb, mint a betegség előtt valaha is volt. Teljes mértékben visszakaptam a férjemet, és ez csodálatos. Jézus azt mondta, hogy van, ami embereknek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És ehhez az igéhez ragaszkodtunk. Rá kellett állnunk Isten beszédére. Kell, hogy legyen egy ige, amihez az ember minden körülmények között ragaszkodik. Az Úr azt mondta, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Tehát nem vagyok többé beteg. Jól vagyok. Küzdök, amikor a betegség megtámad. Nem adom át magam neki, mert Jézus meggyógyított engem. Ezt mondom, és e szerint élek.